A kormány korábbi vállalása szerint 10 év alatt 1 millió új munkahelyet teremtenek Magyarországon. Ez a folyamat 2010-ben indult, és a jelenlegi statisztikák szerint nem elérhetetlen a célkitűzés, hangzott el Máté Szalkán egy munkaerőpiaci fórumon. Az elmúlt években Szabolcs-Szatmár megyében is jelentősen átalakult a munkaerőpiac, ami a hétköznapi nyelvre lefordítva azt jelenti, hogy ha valaki szeretne elhelyezkedni, akkor jóval jobb lehetőségei vannak arra, hogy ezt megtegye, mint néhány évvel ezelőtt volt. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek olyan problémák, amik megoldásra várnak, de sokat javult a helyzet a kormányzati intézkedéseknek köszönhetően. Úgyhogy lassan eljutunk egy olyan pontra, ahol a kormányhivatalnak is a feladataink rá egyre inkább átértékelődik és át kell szervezni, méghozzá arra kell koncentrálnunk az elkövetkezendő időkben, hogy azok az emberek, akik képesek és alkalmasak arra, hogy az elsődleges munkaerőpiacon megjelenjenek, őket minél hatékonyabban tudjuk ebben segíteni. Ezért a gazdasági szférának is fontos, hogy a kormányhivatal összekötő kapocsként működjön a vállalkozások és a munkavállalók között. Többek között a rendelkezésre álló 10 milliárd forintos EU-s és a számos hazai támogatási rendszer közvetítésében játszik fontos szerepet a hivatal. Az elmúlt években is sokat javítottak a foglalkoztatási helyzeten megyénkben. A tavalyi évben összesen már 29.500 fő volt a regisztrált álláskeresők száma. Ezzel párhuzamosan az elmúlt években hatékonyan csökkentettük a közfoglalkoztatottak számát. 2016-ban még 37.000, 2017-ben 31, 2018-ban pedig 25.300 fő volt a megyében a közfoglalkoztatottak száma, sőt most 2019 márciusában 21.900 fővel tovább tudtuk ezt csökkenteni. Megyénkben az egyik legnagyobb probléma jelenleg, hogy a nyilvántartott álláskeresők több mint 50%-a legfeljebb 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezik. Ez az arány a Máté-Szalkai munkaerőpiaci körzetben még rosszabb, ott közel 70%-ot képvisel ez a réteg, míg a felsőfokú végzettségűek csupán 1,8%-ot tesznek ki. Ezért fontos, hogy a támogatások egyaránt vonatkozzanak a 25 év alatti és feletti munkavállalók elhelyezkedésének segítésére, de kiemelt hangsúlyt kap már a képzésük is. A Máté-Szalkai mellett a kisvárdai körzetben is hasonló problémákkal találkoznak a munkáltatók. Valamelyik nap valaki jött hozzám, hogy nincs-e véletlenül az én tarsolyomba olyan önéletrajz, ami jó lenne valamilyen munka betöltésére. Kértem Istvánt, hogy hozzá át a nyilvántartásunkat, és alig érte el a 20 főt, aki hozzánk behozott önéletrajzot, és ha azt szépen az ember átlapozta, akkor azt kellett látni, hogy ott is inkább a legnagyobb probléma az a nem megfelelő képzettség, és vagy esetleg az egészségi állapot. Ezért olyan képzéseket indítanak a jövőben, amelyekre valóban szükség és igény van egy adott térségben. Ezek és más javaslatok megvitatására is lehetőséget adott a munkáltatói fórum. Az itt kapott tájékoztatások nem teljes körűek, részletes felvilágosításért bárki fordulhat a járási hivatal foglalkoztatási osztályának munkatársaihoz.